Na, sziasztok! Üdvözletem mindenkinek ebben a videóban. Bazinba vagyok, a jó kis mobilos stabilizátorral, az igen. Nézzétek meg, itt vagyok a belvárosban. Lássát, nézzétek csak meg ezt a környezetet, hogy hol vagyok egyáltalán. És hát éppenséggel ideiglenes, de határozatlan ideig. Hát mondhatjuk azt, hogy konkrétan már itt élek. Már vagy kb. 2 hónapja, és hát ugye a legjobb begyomás van ezzel a válság kapcsolatban. Eléggé nyugodt ez a környezet bizonyára, ez a Pazinváros. Valakinek úgy, hogy szlovák nevét mondanám, akkor Pezinok. Lényeg az, hogy nézzétek meg ezt a körzetet. Az igen? Gyerekek. Nézzétek meg ezt a templomot. Őket egy csomó olyan hely van, ami igen romos, de azért jó néz ki. Most megyek a kultúrház felé, ahol éppessége megláthatjátok azt, hogy mégis él is az a idilli környezet. Éttermek vannak ilyen épületeken. Hú, de nagy ez a templom, nézzétek meg! Gondolom, hát a videón azért annyi azért nem jön át az, hogy túl hatalmas ez a átvérő konkrétan négyzet. Nagyon négyzetes ez a templomnak a tornya konkrétan. Na de, örüljetek éppessége, hogy ez egy, nem egy, jaj, de nagyon rászkódós videó. Nagyon izgalmas, tényleg. Ez a stabilizátoros dolog. És egyébként a hátlapi kamerába csinálom ezt a videót. Szóval, valahogy így áll ez. Sétálás Bazinba. Ennek a videónak a, ez lesz a videónak a neve. Úgyhogy, ja. Más jó videót én nem egyedülre mennyezet nem tudok csinálni. De van egy csomó videó ötletem, amit én szívesen megvalósítanék. Íme a kultúrház, ami azon belül van legbelső részébe egy moziterem. Ennek persze van ott egy pizzázó étterem. Nem akarom azt, hogy már zavargassam már egyáltalán a mögöttem lévő autóst. Kultúrház, dobkultúri, kérem szépen. Jaj. Egyébként sok minden nem tudok elmondani Bazinról. Igen, régi városról van szó. És igen, kevés
nagyon elenyésző számú magyarság van, legalábbis úgy olvastam. De Szencben, ami nem is tudom, tehát 10 percje van Bazintól. Na ott sok számottevően van számos magyar ajkú emberek, magyarul beszélő személyek. Nem tudom, mi akar lenni. Ez valami út akar lenni? Valaki mondja már meg, ha valaki tud róla jó kis információt mondani. Most próbálok bevenni a városparkba. Ja, jó hallottátok, egy várospark. Van, amely, képzeljétek el, van egy páva. Ez a fő attrakció. Nézzétek, hogy így, hát eléggé fehér az a tempó. Jönök. Baszta. Ugye ez nem bírom meg, tehát ezt a stabilizátort. Hú. Nem láttátok a templomot. És akkor szépen megyek. A nagyon zöld területre. Hát ugye a partnak ugye nagyon zöldnek kell lenni, sok hűs, sok gaz. Onnan viszont teljesen alap dolog az, hogy van fás területek, van minden. De le vagyok a tervezhet ez. Bár nem minden falu lehet mondani róla, hogy van ugye nagyon közelben egy erdő, de azért ez jellemző számos helyen. Ó, az igen. Nézzük csak meg ezt a placot. Jó kinéző szobor láthattok mögöttem. Egy hal van ott. Egy hal. Elmélem, fogok lemerülni, meg nincsen teljesen feltöltve a telefonom, és hát igen, gyorsan le tud merülni a telefonom. Na de... Nektek értettek, megcsinálom eztet. Hú. Nagyon izgalmas. Nagyon. Tényleg. Apropó. Ezért törjük csak le. Aha. Nem homályos. A homályos volt egyáltalán a kép. Hát jó, oké, szépen sorjába megyünk, mert ott a zebra. Azért ez nem rossz park, de még ez még nem az a park, ahova bemegyek. Nézzétek meg ezt a kastélyt. Tetszik látni? Vári étterem van ott.
Azért sok erődök vannak, meg várok vannak, váromok, régi épületek, stb. Szóval szépen ide belépek. Ja. Amúgy, hogyha nem tettétek volna meg, akkor mindenféleképpen kérlek, iratkozzatok fel a csatornámra. Próbálom hozni nektek a tartalmakat. És igen, Fulik Illegál Vlog csatornára is iratkozzatok fel, ha akartok ilyen hasonló mondjuk kaliberű kötetlen témájú videókat nézni. Úgyhogy ja, itt vagyunk a természetben, tényleg. Bravo. Tudom, mikor tudom, ilyen erdős helyen, nagyon erdős helyen, városon belül. Hát legutóbb Szegeden voltam. Ilyen erdős, belvárosi helyen. Ugye, ott van, ki nem tudná. Miről beszélek? Új Szegeden van. Ugye nagyon zöldiesített, zöld terület. A híddal egyenesen be lehet menni, konkrétan úgy nézzük. Mennyi madár van itt? Ezt nézzetek, itt egy gólya, ott egy gólya. Láttátok, ott a gólya. Igen, páva. Nem akarom ezt a számot. Egy rap szám jutott eszembe már. Ez a... Nem ki sem mondom, mert nem tudok, de gyerekek is nézhetik ezt a videót, úgyhogy inkább nem igazán. Ott van valahol a páva. Egyébként csináltam egy videót, csak ki se rakom. Megmondom az összhétét. Hogy lehet ki fogom rakni. A videónak az egyik részét csak. Hogy megjelenik egy páv. Vár étterem, a vár étterem. Hú. Mi van? Mi ez a fehér? Ezt nézzétek csak meg. Ó, ezt még nem láttam. Fehér színű páva. Az igen. Fehér színű páva. Láttátok ezt? Komolyan ilyet még nem láttam. Csak ilyen kékes, többnyire kék tollú pábát láttam én valaha, de zöld fehéret nem. Szép nagy tóla van. Kb. 2-3 méteres lehet, hogy összesen ez egész. Abból másfél lehet a tól.
Jöjj csak ide. Hello, Oszka. Felveszlek, azt békén hagylak, oké? Utazd a bocsájtalak, oké? Nyugtom előtt. De jó. Ilyenre még nem találkoztam, tényleg. Csak másfajta színű pávával találkoztam. Ugye? Nem menekülsz a kamera elől, nem. Te nem menekülsz sehova. Na menjél csak, békén hagylak. Szevasz. Ó, kösz szépen. Jaj, de jó vagy. Ez de jó volt tényleg. Te feldobta a napomat már, tényleg. Szépen sétálunk tovább. Éppen egy ölelkező pár van ott, amit nem mutatok meg nektek. Úgyhogy jó. Hát nagy tó van ott. Igen, vannak ott kacsák is. Hápi kacsák. Igen. Most csak egyet lehet látni. De egy is elég. Na igen. Remélem nem unatkoztok. Éppenséggel ennek a videónak a láttán, mert na nem sok videót fogok én csinálni. Én nagyon szeretek egyébként bármiről csinálni videót. Tényleg, azért is kezdtem el egyébként videózni, mert nagyon szeretek megörökíteni dolgokat. Ja igen. Jó, el lett nyomva a városi zaj, konkrétan, amikor már itt vagyok már. Hú, azt a mindeniségét! Ilyen nevézetek is vannak. Jaj, de jó gyerekek! Jaj, de jó! Azt a... Azt jó köszönhetett. De gondolnak egyre a... környezetkímélősdire. Nem hanyagolják egyáltalán a környezetet, nem hagynak szemetet maguk után. Nagyon jó! Tényleg! Jó lenne egyébként ugye tanulni belőle, nem is keveset. Itt meg azon a faluban, ahonnét jöttem, az utcákat tele szemetelik. Plasztikokkal, kutyafülével. Nem. Tiszta trányság, akik ezt művelik tényleg.
Nehogy azt mondják, hogy jaj, jaj, nincsen szemetes. Hát otthon van. Izé szemetes. Meg hogyan? Meg vigyetek magatokkal, ugye, tasakot. Lehelyen valahova szemetest beledobni, nem tudom. Róka. Ó, ezzel találkoztam legelőször ezzel a pávával. Nézzük csak meg közelebbről. Azt a mindenit. Jéj. Jéj. Hoi. Jó kis páva, gyerekek. Nagy szépen útjára pá, úgyhogy na szépen útjára bocsátjuk jó magunkat. Szépen. Nagyon jó. Nagyon jó ez a kert. Igazából. Túl sok panasz nincsen ezzel a parkkal kapcsolatban, tényleg. Csodaszép, csudi szép az egész. Na úgyhogy abba is hagyom a videót, de tényleg. Hát köszönöm a ti kellő figyelmeteket. Iratkozzatok fel a csatornámra. Lájkoljátok be ezt a videót, osszátok meg ezt a videót, illetve... és távolassatok engemet különböző formában, PayPal-on keresztül is lehet távogatni, vagy kriptolták valamelyikével, és lehet távogatni, úgyhogy találkozunk legközelebb is egy új videóban. Mindenit kívánok nektek, szevasztok!